Sziasztok, én Krobi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy általatok ajánlott horrorjátékot hoztam el nektek, amelynek Buki a címe. Hogyha örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de be is teszem a fülesemet, ugyanis itt is vagyunk már a játékunknak a menüjében. Így elsőre amúgy számomra ez is elég gaj, az a Garden of Bembenhez. De tényleg annyira rossz amúgy, hogy lassan az összes játékot hozzá hasonlítjuk. Hát de nézzétek már meg a stílusát! Tuti, hogy valamilyen szinten akkor a Garden of Bemben inspirálta. Na de hol vagyunk most? Ne! Hát egy óvodában vagyunk! Mondom én nektek! Miért nem tudnak újdonságokat kitalálni amúgy? De akkor... Ő a Buki, ez a szörny. Aha, kéne nekünk egy négy színkombinációból álló kód sorozat. Na dehogy, az mégis hol lesz nekünk, az egy rettentő jó kérdés. Szóval fedezzük is fel ám itt a dolgokat. Itt van nekünk a tévének, meg a kazetta lejátszónak a használatutasítása. Szóval ide be tudunk helyezni egy kazettát. Oké. Hát de mintha nekünk errefele csörgött volna a telefon, jó, le tudunk ugolni a játékban. Meg is találtuk akkor ezt a VHS-es kazettát. És akkor helyezzük is ide be, mondom, helyezzük is ide be. Ha-ho! Na ezért kellett volna elolvasni a használatutasításunkat. Be tudom most kapcsolni a tévét. És akkor most be tudom helyezni, nem? Hát de hogyan kéne? Le tudom játszani, vagy lehet, hogy valahogy ki kéne választanunk a menünkből? Aha, itt van a kazettánk, oké. És nem tudom behelyezni. Hát az mondjuk nagyon is probléma. Jó, vissza tudom tekerni, hogy azt is be kell nekünk kapcsolni, na várjatok csak. Oké, most bekapcsoltuk. Hát nagy szerencse, hogy ránéztünk amúgy. Használatira. Jó, és most tudjuk használni. És nagy nehezen megoldottuk. És most pedig még el is kell indítanunk. Szeretné játszani Bukival? Hát persze, hogy szeretnénk. Élvezzük ezt az egészet. Ez lesz a tévés reklám a Bukinak? Hát de lehetséges, hogy ebben volt valami titkos üzenet. Vagy várjatok már! Milyen színekkel volt nekünk ott? Hogy kell visszafele tekernünk? Mert minthogyha minden egyes feliratnál lettek volna színek. Szóval tekerjük is szépen vissza. Oké, ahogy láthatjuk, már az elején is van. Most pedig indítsuk is el újra. Jó, ez itt fekete, de nem, hanem ez az első színünk, narancssárga, zöld. Fú, de koncentrálok, fehér. Narancssárga, zöld, fehér, piros. Ennyi? Meg volt a négy színünk. Hát bízzunk abban, hogy van ám ott fehér is. Narancssárga, zöld, fehér, piros. Nézzük csak meg. Narancssárga, zöld, fehér, piros. Léci! Hát csak az elekre kell itt bízni. És már be is jutunk ebbe a para óvodába. Mi volt ez a hang? Jó, nincsen semmi probléma. Hát persze, hogy nincsen végül is, csak egy para elátkozott óvodában vagyunk, és itt direkt úgy vannak rakva a székek, hogy én ne tudjak tovább menni ahhoz az ajtóhoz. Ráadásul még be is szorulok? Ahó, kedves játék! A játékunk egyébként csak demo, és van egy olyan érzetem, hogy megtaláltam egy bugot, ugyanis nem tudunk most jelenleg sem erre sem menni. Eskü, nem szívtam annál a résznél kb. 5 percet, és nem kellett újra tölteni a játékot. Még az a szerencs, hogy legalább az elején kiderült egy ilyen bug, és nem pedig a játékunk kellős közepénél. Hogy mit csináltok? Most biztonságos helyre kéne mennünk? Errefele van nekünk a kijáratunk. Miért érzem, hogy a Buki nagyon is itt lehet a környéken? De fú! Nem vagyok ideges.
Azt hittem, hogy ott van. Aha. Körbe jöttünk. Hát egy kész labirintus. Ez az Ovi. De akkor itt vannak gyerekek is. Várjatok már! Mi volt az előbb ez a hang? Mint hogyha ténylegesen lennének itt gyerekek is. Na de itt van nekünk. Egy biztonsági kameránk. Ahó. Aha. Illetve itt van nekünk egy hangfelvételünk is. Mennyire ötletesen van megcsinálva, hogyha arrébb megyek, akkor nem lehetett hallani. Nagyon is itt vannak nekünk a szörnyek. De milyen szörnyek? Egy csomó játék életre kelt itt is. Ja, hogy én itt felkapcsoltam, vagyis felhúztam ezt a kart, és akkor ennek köszönhetően már bizony tudom is nézni a biztonsági kamerán képeit. De csupán egyetlen egy kameránk van. A számokkal nem tudok váltani, az egérrel sem, illetve a görgővel sem. Szóval akkor nagy eséllyel csak ez az egy kameránk van. De valami miatt ez hasznos lesz akkor számunkra. És akkor itt is van a kiárat. Hát egyszerű ez. Bízzátok csak ide. Ja, hogy négy ilyen kart le kéne húznunk, hogy ez kinyíljon. Hát valljuk be, hogy túlságosan egyszerű lett volna. Hogyha már most kivittük volna ezt a kis demót. Hát errefele már voltunk, és itt tudunk körbe menni. De jó amúgy, hogy ilyen labirintusos ez a rész, ugyanis könnyedén fogunk tudni így menekülni. Hogyha netalán jön felénk a szörny. Na, milyen kis chilles hely ez, aha? Kicsit sincsen halálfélelmem, ugye? Persze, hogy nincsen. Jó, menjünk is akkor errefele. Olyan szinten el fogok tévedni. Aha, itt van nekünk még egy karunk. Ide pedig kéne nekünk egy kulcs. De fú, annyi mindenre kell itt figyelni. Ide miért nem szabad bemenni, és miért van nekünk odaírva, hogy veszély? Ő akkor buki? Várjatok már. Azt hittem, hogy csak egy plüss. Hát meghaltunk. Szóval azt az ajtót nem szabad kinyitnunk. Mivel ha kinyitjuk, akkor nagyon is léci mond azt, hogy nem az elejéről indul. És de, az elejéről indul. Szóval így tudjuk szabadjára engedni a szörnyet. Mi volt a kódunk? Narancssárga, zöld, fehér, piros, ugye? Jó. Most már nagyjából vágjuk ám itt a dolgokat, ettől sem ijedünk meg. Hát hatalmas nagy speedrunok lesznek itt, kérem szépen. Akkor az a lényeg, hogy kell nekünk keresni ilyen karokat, mint például ez. Illetve kulcsot is majd ahhoz az ajtóhoz. Ezt az ajtót pedig nem kéne kinyitnunk, ugyanis az történik, mint az előbb. Nagyon szemfülesnek kell akkor lennünk. Amúgy ezekbe a szekrényekbe el tudunk bújni. Hát ahogy nézem, sajnálatos módon nem. Na de innen jöttünk, ugye? Nem, nem innen jöttünk. Hanem itt kapcsolódott fel nekünk a lámpa. De ahogy nézem, erre is van egy ajtó. Szóval jöjjünk be ide is. És ha kulcsot látunk, nagyon is fel kéne vennünk. Aha, csak a címke csillantott. Pedig mekkorát mentünk volna, hogyha találtunk volna egy kulcsot. Annyit fogunk itt szívni. Már most érzem. De dőljetek csak ti hátra, és élvezzétek ki minden egyes másodpercét ennek a videónak. Ugyanis ez ennek az egésznek a lényege. Azt az ajtót én már véletlenül nem fogom kinyitni, az egyszer biztos. Egy kart húztunk fel sikeresen. Na de itt van nekünk a kiáratunk. Itt van ugye a másik karunk. Várjatok már, az ott nem egy kulcs? Nem, sajnálatos módon nem egy kulcs. Kapcsoljuk is be a tévét, és lessünk rá a biztonsági kamerára. Tudja, hogy amint majd meg lesz mind a négy kar,
akkor nagyon is magától kinyílik az a másik ajtó, és kiszabadul Buki. Hogyha ti ilyen felhúzós karok lennétek, akkor mégis merre lennétek? Mert úgy fest nekem, hogy lassan már mindenhol voltam, és még mindig nem találtuk meg a maradék kettőt. Vagy lehet, hogy majd itt lesz ez az ajtó mögött, hogyha kicsalogatjuk onnan Bukit? Tuti, hogy ez az ajtónk mögött is lényeges dolgok lesznek, szóval meg kéne találnunk azt a kulcsot. Annyira idegörlő tud lenni, amikor is rettentően fontos dolgokat kéne keresned, te pedig elakadsz, és nem tudod, hogy mégis merre haladjál. Aha! Mi történt itt? Na várjatok csak! Miért jó nekünk az? Ja, hogy itt már ilyen logikázgatások is vannak? Szóval nekünk oda valamilyen súlyt kéne tennünk. Na de mégis milyen súlyt, amikor is konkrétan semmit sem tudok felemelni, és semmit sem tudok bemozgatni. Ahó, lehetséges, hogy mondjuk ezt a világító lámpatestet? Hát sajnálatos módon nem. Vagy pedig itt van ez a P betű kocka? Na? Aha, le kell googolnunk, hogy fel tudjuk emelni. De ez még nem elég nehéz. Szóval ezt is ide rakom. De fú, miért vagy ilyen szemét? Ez az, amire gondolok? És igen, itt van nekünk az utolsó kockánk a full sötétben az ajtónál. Nyilván ennél szivatósabb helyre. Jó, és tényleg ez az utolsó. Nem is tudtátok volna rakni. Aha, és ott van nekünk a kulcsunk. Na várjatok csak. Aha, az mondjuk baj. Pedig én csak békésen felvettem azt a kulcsot kajakra. A hangos bemondóba az a figyelmeztetés van, hogy a szörny nagyon is jön, és kiszabadult annak hatására, hogy felvettem a kulcsot. Mert az mondjuk nagyon is baj, na várjatok csak, becsukom ezt az ajtót. Ja, hogy ott nincsen ajtó, és nem tudok mit becsukni. Hol volt az a másik ajtó? Na most akkor nekünk nagyon is van haszna a kameráknak, ugyanis legalább le tudtam itt csekkolni, hogy nem itt van ezen a részen. Aha. Hol volt az az ajtó, amihez kellett a kulcs? De most akkor már nem itt van a helyén? Aha. Itt van ez az ajtó, hát rám kell csak bízni. És akkor, amint megvan az utolsó karunk, akkor utána már ki fogjuk tudni nyitni a kijáratot, adjál már békén! Most ennek mi értelme volt? De tényleg, tuti, hogy nekünk csak így ki kell csalogatni, és akkor majd lehetséges, hogy ott van az utolsó karunk? Mert azt mondjuk el tudnám képzelni. Jó, ura vagyok a helyzetnek. Ő szép lassan csak jön errefele. Teljesen normális ez. És mi egyáltalán nem félünk tőle. Hát persze, hogy nem félünk, de ő kajakra ennyire lassan közlekedik? Mert ez amúgy még előnyünkre is válhat, aha! Begyorsult. Nagyon is begyorsult abban a pillanatban, hogy meglátott minket. Ha most meg is halunk, legalább kitapasztaljuk azt, hogy mégis pontosan mit kéne csinálni. Aha, itt van nekünk az utolsó karunk, mi? Persze, hogy ott van! Szóval most valahogy ki kéne úgy cseleznünk, hogy ne vegyen észre minket, felhúzni a kart, és akkor utána kéne majd kiszabadulnunk, és akkor megmenekülhetnénk, és túlélhetnénk ezt az egészet. De természetesen a játékban nincsen checkpoint. Hát miért is lenne, persze? De mi lenne akkor, hogyha kinyitnám azt az ajtót is, és akkor a kettő szörny lehetséges, hogy egymással elkezdene harcolni, nem? Hol nem látjuk a kamerán keresztül azt a folyosót, ahol van? Na az mondjuk baj! Hát de csak előrefele fog jönni, én pedig akkor majd kikerülöm jobbról.
Nem? Mert ha észrevesz, akkor azt már megtapasztalhattuk. Ja, hogy a nyilakkal tudok kamerát váltani! Hát gyanús volt nekem! Hogy oda volt írva, hogy váltsál csatornát a nyilakkal, akkor ez ezt jelentette. Jól van, hát úgy be vagyok feszülve, nem lehet egyszerre itt mindenre figyelni. Az a lényeg, hogy mi bementünk ennél az exites résznél, és most ott vagyunk. Szóval elemezgetni kéne így nagyjából a helyet. Ő most arra fele van, az egyszer biztos. Hát, ha be fog menni valamelyik terembe, és akkor mi pedig csak így elsunyulunk, és kivisszük a gémet, hát persze, hogy kivisszük. Várjatok már! Most megy el előttünk. De az nekünk jó, mivel hogyha kimegyünk és balra megyünk el, akkor nem fogunk vele szembe találkozni, ugye? Nagy a rizikó. Hát... Aha, ott van. Jó. Én eljövök erre, de nem jó, mert nem erre kell mennem. Hát csak nem fog meghallani minket. És most telibe itt lesz, de én nem nézek rá. Hát, ha akkor nem vesz észre. És akkor most... Ha felhúzom ezt a kart, figyeljetek, én elbújok szépen ide, és imádkozzunk, hogy ne vegyen észre minket! Ugyanis, hogyha észrevesz minket, az nagyon is probléma. De miért hallom egyre közelebbről a lépteit? Nagyon is észrevett minket, de nem már! Annyira szivatós ez a játék! Nem voltunk eléggé gyorsak. Hogyha nem időztem volna ott el annyit, akkor szerintem bőven meg lehetett volna ez, de most felidegesítettem magamat, szóval adjunk ennek az egésznek egy utolsó próbát, ugyanis szerintem bőven meg lehet ez a játék. És ha oldalra megyek, kikerülve megint, ha most felhúztam a kart, akkor ez simán meg lehet! De ne bízzuk el magunkat, gyorsan itt kijövök. Csak nem erre jön, ugye? Aha, erre jön. Nagyon is elkezdett üldözni, de ez nem baj, ugyanis még meg lehet, de baj! Hú, ideges leszek. Nagyon ideges leszek, srácok, pedig mennyire jól indult az egész, és már nem sok kellett ahhoz, hogy meglegyen. De hát sajnálatos módon éppen észrevett minket, és telibe elkapott. De nem vagyunk idegesek, megpróbáljuk ezt utoljára. Most már tényleg utoljára, ugyanis kezd elfogyni a türelmem. Vajon Bucky-nak az útvonala az mindig ugyanolyan? És most is akkor telibe szembe fog menni? Mert ha igen, akkor kiismerjük, és ezáltal pedig könnyedén ki fogjuk cselezni. Az a baj, hogy hang alapján nem lehet belőni, hogy pontosan mégis hol... Aha, de... ja, szóval nem lehet belőni, hogy pontosan mégis hol van. Jó. De hát a szemünkkel észre tudjuk venni. Csak az a lényeg, hogy velünk szembe soha se legyen, ugyanis akkor nekünk kampec. Szóval most akkor szerintem megint jön errefele oldalról. Szóval, ha mi erre megyünk, akkor az jó lesz nekünk, és ott van nekünk a kijáratunk. Na, megvan? Léci, mondjátok azt, hogy megvan! És kiderülne, hogy kimaradt egy kapcsoló. Kimentünk sikeresen a kiáraton, hát köszönöm szépen! Nem már is ennyi az endingünk, hogy köszi, hogy játszottál a demóval. Haver, tudod, hogy hányszor próbálkoztam ezzel újra és újra, hogy meglegyen, és sikeresen kijussunk? Erre ez a záróképünk. Hát, ez nem érte meg. Mit ne mondjak? Na de hogyha bejött nektek ez a videó, és szeretnétek, hogyha majd megjelenik a teljes játék, akkor játszunk azzal is, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hát legalább elmondhatjuk magunkról azt, hogy sikeresen végigjátszottuk a demót. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!